Minden héten külön figyelmet fordítunk a mezőgazdasági aktualitásokra. Most Hajdú Csillát kerestük fel, hogy mire figyeljünk a kiskerteinkben. Hajdú Csilla mutatja, milyen elváltozások vannak egyes cseresznyefákon. Itt vannak ezek a kis foltok, amik ugye nem a természetes lombhullásnak vagy a sárgulásnak a tünete, hanem ez egy gombabetegségnek a tünete. Nagyon fontos, hogy a szünet után is figyeljük, megóvjuk gyümölcsfáinkat a betegségektől. A következő évi megfelelő termésmennyiség szempontjából elengedhetetlen a fák kondíciójának megtartása, télre való felkészítése. A cseresznye esetében kiemelt jelentősége van a levélfoltosságot okozó, kórokozó elleni védekezésnek a szüret utáni időszakban is. A tünetek leggyakrabban a levélben jelentkeznek, ritkábban a gyümölcsök kocsányán is. A levél szintén apró, 1-3 mm átmérőjű kerek vagy szegletes lilás foltok képződnek. Hát ez a Blumeriella nevű gomba, ami egész korán támad már. Gyakorlatilag a cseresznye érésekor már lehet látni a lombhullást, és sok ember azt hiszi, hogy ez azért van, hogy szárazság van, hogy korán lesz ősz, vagy valami, és közben ez nem az, hanem ez egy betegség. Na most ez a fára nagyon káros, mert a korai lombhullás ugye azt jelenti, hogy nagyon legyengíti a fát, és előbb-utóbb a korai pusztulásához fog vezetni. Tehát nem fog a fa 30-40 évig élni, hanem mondjuk 5-6 év múlva kipusztul, és nem fogják tudni, hogy miért. És közben ez a betegség az oka. Na most ezt megelőzni nagyon könnyű, hogyha az ember fölismeri. Először is az érés után mindenféleképpen kellene egy rezes permetezést csinálni, és a rézzel nagyon szépen meg lehet ezt a betegséget fogni. A másik nagyon fontos, hogy a lehullott lombot mindenféleképpen fertőtlenítsük, vagy össze kell gyűjteni, össze kell lombseprűvel söpörni, és megsemmisíteni. Természetesen nem égetéssel, el lehet komposztálni, vagy bármi módon megsemmisíteni. A levél fonáki oldalán a gomba sárgás-fehér képletei figyelhetők meg. Az idő előre haladtával a levélfoltok összeolvadnak. A levéllemez fokozatos sárgulása, majd végül a levélhullás is bekövetkezik. Súlyos esetben akár a fák teljes lombjukat is elveszíthetik. A fertőzés a fa alsó részében található leveleken kezdődik, és fokozatosan halad felfelé. A korai lombhullás következtében gyengül a hajtás növekedés, csökken a termőrügy képződés, és romlik a fák kondíciója. A védekezés alapja a lehullott lomb talajba forgatása, amellyel a következő évi fertőzés veszélyt csökkenthetjük. Tavaszi fertőzések ellen a valós veszélyhelyzetnek megfelelő kémiai védelem gombaölő szerekkel valósíthatók meg. Jövőre újra fog fertőzni, nem csak ez, hanem a többi gombabetegség is. Tehát tulajdonképpen az őszi lombfertőtlenítés, az egy, meg a tavaszi lemosó permetezés, az azt jelenti, hogy majdnem 2-3 permetezést kihagyhatunk. De hogyha ezt elmulasztjuk, akkor ezt pótolni már nem tudjuk. Vagy legalábbis nagyon nehezen. A karcagi piacon is sokan keresték a nyár egyik kedvenc gyümölcsét. Keresni keresték, de olyan drága volt, hogy egyszerűen alig tudtunk beszerezni keveset. Mennyi volt kilója? Olyan 7-800 forint, olyan nem tudom. De egyébként így van a dió is, annak is hull a levele. Szerintem a cseresznyét is megtámadhatta valami, amiért keveset tudtunk venni. A termés betakarítása után a levélbetegségek ellen lombpermetezésre és lemosó permetezésre van szükség. Ha megcsináljuk az őszi lemosó permetezést úgy, hogy a fáról csurogjon a permetszer, és az avart is jó, erősen meg kell permetezni, hogy az áttelelő gomba szaporító képletek pusztuljanak el.